Wisdom, Szacsvai László. Én és a gangster. További magyar hangok. Szersény Gyula, Tahitót László, Besenci Árpád, Radó Deniz, Andres Kati, Kassai Ilona, Pálfai Péter, Bácskai János, Áron László, Besenyei Emma, Juhász György. A forgatókönyvet írta Jack Davis, Norman Wisdom és Eddie Leslie. Zenéjét szerezte Philip Green. Fényképezte Jeff Faithful. Magyar szöveg Nedecki Edit, szerkesztő Vlahovics Katalin, hangmérnök Lang András, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Rózsavölgyi Ilona, szinkronrendező Lengyel László. A szinkron a Duna Televízióban készül. Rendezte Robert Asher. Hányan vannak felügyelők? Legalább négyen. És O'Flynn is velük van. Jól van. Beszélek velük. Rendben van, O'Flynn. 15 másodpercet kap, hogy lejöjjön. Nos? Ismer, ugye? 1, 2 Ez a nagy Pitkin. Mit csináljunk? Majd én befogom a száját. 4, 8, 9 11, 12, 13, 14 Minden hiába, O'Flynn. Magára vessen. 15 Rendben van, O'Flynn. Magáért megyek. A pisztoly uram! Tigris, O'Flynn! Tigris, O'Flynn! Gyerünk, dugd elő a képet! Úgy is nyakon csíplek! Rajta! Próbálja csak meg! Itt vagyok, felügyelő! És meg a játéknak vége! Ne ijeszteges! Ha közelebb jön, megölöm! Megölsz? Én Pitkin vagyok! Már nem sokáig! Elkezdhet imádkozni! Mr. Pitkin? Mr. Pitkin! Ébredjen! Kérem, ébredjen! Mr. Pitkin! Ébredjen! Mr. Pitkin! A reggeli teája, Mr. Pitkin. Köszönöm szépen.
Valami rosszat álmodott. Ó, velem is megesett már. Pitkint ma várják a Scotland Yardon, hogy leleplezze ezt az ügyet. Csak ne gúnyolódjon, Mr. Bassett. Maga is jobban tenni, ha a saját dolgával törődne. De? Hogy a fenébe csinálták ezt? Nagyon sajnálom, de ez rendőrségi titok, Mr. Bassett. Kihűl a teája, aranyoskám. Ne mosolj, papa. Nem mozog szégyent rád. Leszek még nagy kutya a Scotland Yardon. Gyerünk, maga most velem jön. Maga megőrült. Figyelmeztetem, minden szava terhelő bizonyíték lesz önmaga ellen. Na, vegye le ezt. Tulajdonképpen mit akar? Láttam, hogy a hölgy táskájában kotorázott. És aztán a hölgy a feleségem. Hogy? És az a táska pedig a feleségemé. Sajnálom, elnézést kérek, ezt nem tudtam. Vegye le, leszállunk. Nem tudom. Miért nem? Nincs nálam a kulcsa. Azt akarja mondani. Sajnálom, sietnem kell. Nem hurcolhat magával. Nem késhetek el. A rendőrségen dolgozom. Gyerünk! A kocsi indul! Nem lehet lerázni. Hát nem elindult. 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 Robog a kezem. Kérem! Kérem! Nem tudom elengedni! Nem bírok itt szárkózózni! A fal! A fal! Elzi, csinálj már valamit! Igen, igen! Gyerünk, gyorsan! Erősebben, erősebben! Gyorsabban, Elzi! Csináld már! Reszelővel semmire sem megy. Ide fűrész kell. Itt vanni. Gyerünk!
Rohanok, mert elkésem. Jaj. Jó reggelt, őrmester. Jó reggelt, Mr. Ballington. Jó reggelt. Pitkin, menjen, hozza rendbe a kocsikat. Igenis. Pitkin? Tessék, Mr. Ballington. Aztán ragyogjanak nekem ezek a kocsik. Igen, Mr. Ballington. Pitkin! Tessék, Mr. Ballington. A főnök kocsijára külön gondja legyen. Igen, Mr. Ballington. Mr. Ballington, bízza csak rám, az antenna is hótiszta lesz, és akkor nem kaphatnak mocskos híreket, igaz? Nem rossz, ugye? Pitkin! Tessék, Mr. Ballington. Tarkik vagyok az idióta vicceivel. Értem, uram. Láss a munkához! Igenis, Mr. Ezek szerint, ahogy látom, sehogy sem sikerül ezzel az üggyel boldogulniuk. Alapos gyanunk van, uram, de eddig még nincs bizonyítékunk. Az a helyzet, hogy néhány szál még hiányzik, uram. Igen? Ó, igen, igen. Ön keresik, uram. Most nem érek rá. A belügyminiszter úr. Itt a rendőrfőnök. Igen, uram. Igen, uram. Értem. Az a helyzet, hogy néhány szál még hiányzik. Mindent megteszünk. A belügyminiszter türelmetlen, uraim. Nem tartóztathatjuk le, amíg nincs bizonyítékunk. Ki is az a férfi, akire gyanakszanak? Ő egy hölgyfodrász. Az üzlettel álcázza magát, uram. A neve Giulio Napoletani. Olaszos hangzású név. Igen, uram. Szemmel tartják az üzletet? Igen, uram. Wilkins őrmester, egyik női munkatársunk, éppen most kezdi a munkát. Parancsol? Wilkins vagyok. Bejelentettem magam. Lucinda Wilkins? Igen. Jöjjön velem. Már itt is vagyok. Várna néhány percet, asszonyom? Hát persze.
fáradjon velem. Látom, nagy a forgalom. Szeretném, ha maga a mester foglalkozna velem. Ne aggódjék, asszonyom. Ő egyszerre 6 hölgyel is tud foglalkozni. Értem. Elisa! Mit keres ez a bányarém az én szalonomban? Az én képességeimnek is van határa. Madonna, ma cosa posso fare io? Ah, oh, Lady Hitchkingford. Giulio, kedvesem, kaphatnék egy icipici hajhálót? Ó, oh, minek ilyen bűvályos fejecskére hajháló? Egy ilyen édes, tündibündi arcot kár hálóval elrontani. Az a hölgy ott, ő kap. Neki egy fátyol se ártana. Bízza csak rá. Oberon előkészítés. Giulio alkotni fog. Kezdjek ezzel. Magára bízom a frizurát, Giulio. Egy hullám ide, egy hullám oda, bellissimo. Siete la più brutta donna che ho mai visto in vita mia. Nem, nem olaszul. Fordítsa le, kérem. Azt mondtam, hogy ön gyönyörű. Ó, oh, hízeleg. Szóval, nem hisz nekem? Nézem a tükörbe, a... Értem, mit akar. A gyönyörű nem helyes kifejezés. Talán nem. De Giulio Langelme. Oh, Oberon, előkészíteni Giulio alkot. Nekem csak 2 kezem van, Giulio. Akkor azt koptasd, ne a szád. Gyerünk, lássunk az üzlethez. Halljuk, George, mit találtál? Az 5-ös látszik a legjobbnak. Az 5-ös? Dewsbury grófnő? Igen. Mit veszel fel este, drágám? Természetesen mindent. A függőket, a karpereceket, a brilliánsokat. Charles délután kiveszi a széfből. Ez az, fiúk, ez az, erre vártunk. Üzenem a többieknek, akció ma délután. Hol van a lány? Az irodában. Ah. Oké. Okay. Ó, nem rossz, nem rossz. Elég csinos, igaz? Az apja küldte ezt a levelet. Olvasd fel. Meresz! Drága Giulio, ő az én kislányom Rosszana. A ti házasságotok sok viszály végét jelenti. Te nyugodtan dolgozhatsz Londonban, én pedig Szicíliában. Aláírás Enrico Cardi. Jó üzletet csináltunk. Jobbat, mint gondoltam. Nagyon boldog vagyok. Ne nyúlj hozzám! Lehet, hogy nem tetszem. Apád parancsára a feleségem leszel. A feleséged? Tudd meg, inkább halok meg. Feleségnek menjek egy szörnyetekhez, egy vadállathoz, akinek lesz akasztófa, akkor inkább meghalok. Teljesíthetjük a kívánságodat. Igaz, főnök? Nem. Szó sem lehet róla. Giulio korrektúr intézi el ezt a dolgot. Vigyétek föl.
nem akarom, hogy panaszra legyen oka. Ronda Piccolo féreg! Ne aggódj, Giulio. Rajong, érted? Na, igen, ez nem vitás. Hát persze, hogy rajong. Hajtás! Elnézést! Kész van a kocsim, Pitkin. Rögtön, uram, azonnal. Ebédre szeretném. Megfeküdni a gyomrát, uram. Nyissa ki a csapot, Pitkin. Ja, nem, jöjjön vissza. Erre a csapra gondoltam. No lám, játékos hangulatban van. Maga kezdte, uram. Maga kis hüti, bassz! Ja, maga kezd, én sose fejezem be a munkát! Hol van? Itt vagyok! Befejezhetnénk. Csurom víz lesz, uram. Mondom, hogy adjuk már abba. Jóságos ég, mi történt? Ez az idióta! Ki innen? Tűnés! Kifelé! A törlőrongyom! Oh, my God.
Ki van rúgva? De... mit vétettem, uram? Egy, két törlőrongy, egy vödör, egy kefe, egy sapka tessék, egy sapka szöveggel, és leadtam mindent. Rendben van. És most, Pitkin, kifelé. Pitkin! Mr. Ballington, engedélyt kérek öntől, hogy jelentkezhessem rendőrnek. Még mit nem, Pitkin? Szólhatna az érdekemben néhány jó Pitkin, szót. Ha 2 méter magas lenne és 90 kiló, akkor talán szólnék az érdekében. De maga nem való rendőrnek, Pitkin, magának itt is üres, meg itt is barátocskám. Tekintsen drága papámra. Kifelé! Igen. Tudja, Mr. Ballington, magának is üres itt. Majd én megmutatom, csak azért is rendőr leszek én is, mint a drága papám. Szeretnék a rendőrség kötelékébe lépni. Neve? Pitkin. Mondja csak, nem találkoztunk mi már? Nem. Bocsánat. Maga aztán jól megnőtt. Várjon egy kicsit. Megnézem, itt van-e még az orvos. Rendben van. Szerencséje van. Éppen menni készült. Jöjjön. Csukja be az ajtót. Hát, ez igen. Akkor jöjjön. Jó ég. Pocsék idő volt ma. Igen, de mennyire? Így. Valóságos óriás. Várjunk csak, a kalapot magán felejtette. Tényleg? Jaj, megütötte magát? Nem, minden rendben. Alig hiszek a szememnek. Igen? Tessék, jöjjön. Kérem, olvassa el. Z? Igen. B? Úgy van. Tovább. A. Ezt még egyszer. A. Na, gyerünk, gyerünk, az időpénz. Gyerünk, tessék. D. O. H. B. J. W. E. W. H. N. Halló. Halló. W. Z. Z. Most hallgasson. Na hát, milyen jó füle van. Ó. Igazán? Igen, zene bolond? Ó, igen, persze, imádom a zenét. Akkor beveszem magát a rendőrkórusba. Mikor? Én vezényelek. Igazán, óriási. Ne menjen el. Nem én. Várjon, várjon csak.
Tessék, itt van. Lássuk, el tudja olvasni. Na? Igen, azt hiszem, tudom. QRZB félhang. A előjegyzés nélkül LB. C, 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 G, B, B, C, 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 és még D, D. Da da la 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 da da la 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 Tündéri, tündéri. Bevallom, magam komponáltam. Igen? Tudtam, hogy hallottam már valahol. Jöjjön, kérem. Súlya. Na, jöjjön már. Súlya. Azt kérdeztem, hány kiló? Nem tudja, hogy hány kiló? Hm? Élve, halva, 78. Inkább élve. Persze. Vicces. Nagyon jó. Vegy el a kabátját, és üljön le erre a székre. 78 élve vagy halva. Na hát. Így. Így ezt most szépen rászorítjuk. És már kész is vagyunk, így ni. Ez nagyon fura. Leeresztem. A karom? Igen, nem. Ez mi? Most megnézem a reflexeit. Folytatjuk a vizsgálatot. Tartsa a karját, így ni. Érzi? A kanyakét. Vigye odébb. A lábát. Tegye keresztbe. Megkapta. Lazítson! Jöjjön ide. Én? Gyerünk. Úgy látom, kis és sántít. Meg kell mondanom, sajnos alkalmatlan. Harcolni fogok. Nem sikerült, papa. Pedig én fel akarok nőni hozzád. Egy pillanatra. Amerikai turista vagyok. Eltévedtem. Merre van a Grosvenor Square?
Grosvenor Square, tessék végmenni a főutcán, igen. Nos, majd én elkísérem odáig. Ó, nagyon kedves biztos úr. Mi mindent látott már nálunk? Ó, már sok látnivalót kipipálhatok, például a Westminster apátságot, uh-huh. és a Buckingham palotát, és igen. voltam a véres Towerben. Ó, igen, igen, kínos lehetett. Innen már akármelyik busz elviszi. Nem hívnánk inkább egy taxit, vagy ne talán tiltja a szabályzat? Nem hajtottam gyorsan! Csak figyelmeztetem! Vigyázzon! A Grosvenor Square-re kérem. Köszönöm, biztos úr. Csodálatosak a londoni rendőrök. Tessék, nálam vegyenek újságot! Legfrissebb hírekkel a Standard! Szenzációs hírekkel az esti hírek! Esti hírek, Standard! Esti hírek, Standard! Esti hírek, Standard! Esti hírek, Standard! Tessék! Teát kérek! Cukorral itt! Hé, zsaru! Az az én teám. Ide. Az utcán focizni veszélyes és tilos. Ezt tudjátok ti is. Sehol sem lehet. Arról én nem tehetek,
De ami tilos, azt nem szabad. Legalább egy mérkőzést engedjen meg, uram. Értsétek meg, nem lehet. Akkor tessék megmondani, hol játszunk? Majd találtok valami helyet. Nem találtunk, uram. Nem? Nem. Néhány paszt engedi ezek. Jé, csöndesebben, csöndesebben, csöndesebben! Micsoda lárma ez itt? Ő az oka, szabálytalankodott, uram. Legyen a bácsi a bíró. Klassz szépja is van. Igen, tényleg! Igen, igen. Jól van, 5 perc egy fél idő, rendben? Hurrá! Akkor kezdjük! Adó minden járőrkocsinak. Rendőr. 100 rendőr. Nem játszunk tovább. Nem csináltatok még elég bajt nekem. Thank you.
merre ment, uram? Nem tudom. Milyen a külseje? Nem tudom, uram. Én sem, uram. Hogy az ördögbe érti ezt? Nem is látták? Nem, uram. Valakinek látnia kellett maguk közül. Kiriadóztatott. Halljuk, ki fütyült? Azt hittem, te fütyültél. Én nem. Akkor ki? Maga? Mi zsugáztunk, illetve készenlétben álltunk. Kitette? Tényleg kitette? Én nem. Én nem voltam. Nem én voltam. Tudod, hogy ki fütyült? Róla. Most már nekünk is van sípunk. Há, igen? Ne fújd, hallod? Ne fújd! Papámé volt. Thank you.
Ja, lasst Roda Gento, Plecider Lande, Das Herr El Hento, Venit Agil, but... Főnök, itt van a Stukker. Á, nem kell ez az éjszaka, a szerelemé. Tetszik Rosszana? Ó, hát persze. Tökéletes formák, akár egy szobor. Olyan hideg is veled. Ó, női taktika. Fogadok, hogy ellágyul az első édes hosszú csókra, az első szerelmes szavakra. Drágám, megveszek érted. Tudod, hogy őrjétően csinos vagy? Készen álltok a munkára? Az öreg lány ékszerei tudja, hogy reggel a szépben lesznek. Ó, oh, Giulio, mi a bambino? Olyan szívdöglesztő vagy ma este. Mamma mia. Kellemes az illatom? Igen, akár csak egy illatszertár. Neked pofa be. Akkor beszélsz, ha kérdezlek. Kifelé. Te is menj, mama. Nesze, itt vannak a jegyek. Az operába? Nem, a boxmeccsre. Ah. És jó natás estére. Mama mia, jaj, mama. Ciao. Na végre. Kettesben lehetek veled. Vigyázz, te vadmacska. Közeleg a nagy vadász! Mindjárt leteríti ezt a nagy vadat. Azt próbál csak meg! Ajkad, mint a fénylő rubint. Gyere! Gyere! Vissza akarok menni Olaszországba! Játékos cicuska! Játékos cicuska! Rosszana, gyere, öled meg a te örök szerelmedet! Ne félj, nem fog fájni! Magának is ez volt az utolsó dobása a rendőrségen. Egy pillanat. Honnan van az egyenruha? Otthonról. Ez a rendőrség tulajdona. A papámé. Tűnjön el. Várjon! Nem szabad! Nem szabad! Hé, valaki! Ki tud úszni? Ki tud úszni? Ott van egy lány!
Visszamenni Olaszországba. Csak csöndesen. Ide jönnek a rendőrök. Soha nem leszek a feleséged, soha. Soha nem is kértem meg. Bocsásson meg. Eltévesztettem valakivel. Maga ugye külföldi? Maga tényleg nem Giulio? Nem. Én Norman vagyok. Norman Pitkin. Én ugyanis... rendőr vagyok. Maga rendőr? Hol az egyenruhája? Engem még nem vettek fel, de ami késik, az nem múlik. Ők nem értik meg, hogy én... magát hogy hívják? Rosanna. Igen? És hol van a lakása? Nekem nincs lakás. Igazán? Akkor... tudja mit? Töltse nálam az éjszakát. Hogyan? Arra gondoltam, jó lenne, ha levetkőzne. Aha. Úgy értem, hogy megfázik a vizes ruhában. Akkor jön? Grazie. Ez azt jelenti, köszönöm? Uh-huh. Kedves. Jó reggelt, Mr. Pitkin! Meghoztam a finom... Mr. Pitkin! Mr. Pitkin? Maga nem Mr. Pitkin? Nem, én Rosanna vagyok. Mit keres itt? Mr. Pitkin hozott tegnap este. Igazán? Ja, nem, érted félre. Mr. Pitkin megmentett. Komolyan? Olyan bátor volt, köszönöm. A folyóba fulladok, ha ő nem ugrik, fejesd. De ugrott és mentett vízből. Ez bizony rával. Most hol van? Wilkins őrmester uram. Jöjjön be! Nos, Wilkins őrmester? Behatoltam Giulio szalonjába, ahol előzetes vizsgálat után levágta a hajamat és berakta. Igen, tovább. Az asztaluk alá mikrofonokat rejtettek. Lefilmeztem, rögzítettem a viselkedését a gyanúsítottnak, Giulio Napoletaninak. Néhány képet kinagyítottam, talán hasznát vesszük. Köszönöm. Tehát ez Giulio Napoletani. A mindenségit. Hobson! Uram! Bácsán! Uram! Azonnal jöjjenek be! Hobson! Bácsán! Ki ez a férfi? Giulio Napoletani. Nem! Azt kérdem, hogy kire hasonlít. Mondják csak, ki az a hülye kis kocsimosó? Pitkin, uram! Szükségünk van egy álnapoletánira, hogy megszerezzük a bizonyítékokat. Igaz, Hobson? Igen, uram. Melcher? Igen, uram. Itt az emberünk. A bajuszát takarják el. Na, itt látnak?
Pitkin! Pitkin? Már megbocsásson, uram, ez őrültség. Elnézést kérek, uraim. Elragadott a hét. Ez valóban lehetetlen. Őrmester, kérek egy pohár vizet. Igen, uram. Tessék, a belügyminiszter uram. Tessék, uram. Igen, uram. Már kész a tervünk, uram. Nincs választásunk. Hozzák Pitkint! Á, jó napot, felügyelő, nem megy ma munkába, kirúgták. Ha maga is olyan fontos ember lesz, mint Mr. Pitkin, maga is kap szabadságot. Jó napot! Mr. Pitkinnel szeretnék beszélni. És kit jelentsek be? Hobson főfelügyelő a Scotland Yardtól. Ó, tessék, szíveskedjék befáradni. Hello, Pitkin. Hello, főnök. Ryan. Szeretnék beszélni magával. Ha mód van rá, négy szem közt. Ó, természetesen. Tessék csak. Norman. Köszönöm. Természetesen, továbbra is megmaradt kocsimosónak, Pitkin. És ilyen minőségben egy szigorúan titkos ügyben vesz részt. Engem kirúgtak. Most más munkát bíznak magára. Halljuk a válaszát. Ha rendőr lehetek, vállalom, Mr. Hobson. Szó sem lehet róla. Nos, Pitkin, mit szól ahhoz, ha teszem azt én? Felajánlok magának fizetés emelést. Komolyan? A pénz nem boldogít. Vagy rendőr leszek, vagy semmi. Tessék! Válasszon, Hobson! Azaz válasszon, Mr. Hobson! Túlságosan alacsony! Nem vagyok az. Igen! Jó. Akkor ezt a témát befejeztük, Mr. Hobson. Örültem a szerencsének. Várjon, Jack Pitkin! Ha azt hiszi, Isten hogy... Isten áldja, főfelügyelő úr! Azt mondjam, megengedi, hogy telefonáljak? Természetesen. A szám Whitehall 1212. Igen, tudom. Hol a telefon? Parancsoljon! Befáradni? Köszönöm. Oh.
Sir Ronald Ackroyd, rendőrfőnök úr keresi. Mr. Pitkint? Mit kell hallanom, Pitkin? Köti az ebbet a karóhoz, uram. Rendőr akar lenni minden áron. Sajnálom, Pitkin, lehetetlen. Másképp be nem teszem a lábam a Scotland Yardra. Csak ha rendőr lehetek, mint drága atyám. Igen. Látom, derékember. Meghiszem azt. Magasabb, mint maga. És idősebb is. Remélem, nem haragszik azért, mert kidobtam, Pitkin. Hát, de egy kicsit haragszom, hiszen maga kezdte a játékot. Igaz? Igaz? Jól van, Pitkin, lehet, hogy igaz. Nézze, beszéljünk egymással úgy, mint jó barátok. Teát? Köszönöm, nem. Mi a keresztneve, öreg fiú? Norman? Nos, Norman, ne mondja, hogy nem akar részt venni a gengszter elfogásában. Nem erről van szó, öreg fiú. Állapodjunk meg. Állapodjunk meg tisztességesen. Megcsinálom a munkát, de csak azzal a feltétellel, hogyha bevesznek rendőrnek. Rendben van, Pitkin. Ha ragaszkodik hozzá. És a szabályzat, uram? Ez esetben eltekintünk a szabályzattól. Meg van elégedve? Mi az, hogy meg? Ron. Tökéletesen elégedett vagyok. Oh, Ron. Mr. Hobson, magukhoz tartozom. Mi a keresztneve? Cecil. Bert. Cess? Kis hamis? Rögtön jövök, csak felszaladok a... Bert Belcher? Meg kell engem becsülni. Ugyám, olyan boldog vagyok. Így együtt a nagy csapat. Ron, Cess, Bert és én, Norm. A négy muskétás. Ez az idióta addig marad a rendőrségnél, amíg el nem végzi a rábízott munkát. El kell tűrnünk őt, és be kell tanítanunk a munkára. Úgy érti, uram, nekünk kell betanítanunk őt? Igen. Nekünk. Rosanna! Szabad! Rosanna, sikerült! Felvettek. Képzelje, megyek a rendőrségre. Lecsukják? Nem. Jaj, úgy látszik félreértett. Nem, dehogy. Tudja meg, mától kezdve rendőr vagyok. Nem is örül? Sí, Norman. Gratulálok. El akar menni? Sí. És nem jövök vissza. Megbántottam? Nem. Maga olyan jó, maga senkit sem bánt. És túlságosan jó hozzám. De mennem kell. Várjon! Miért menne el? Rosszit nem? Nem. De azt hiszem, terhes leszek. Ugyan, miket beszél? Én magának, hogy is mondjam, sok gondot teszek. Nem maradhatok itt tovább. Értse meg, én szívesen vállalom. Szívesen vigyázok magára. Maga olyan édes. Meghatolok magától. Itt marad nálam? Szí, maradok. Akkor minden rendben. Ha meglát magyar egyenruhában. Jaj! Kimegyek egy kicsit sétálni. Gyerünk, csípjük fel a kicsikét, indíts! Hivattak!
pompás egyenruhát találtam, remekül illik rám, majd meglátják. Kedves, hogy megtisztel a társaságával, Pitkin. Igen, hivattuk. Egy filmet kell megnéznünk. Üljön le. Filmet? Na hát, házi moziuk is van. Ez aztán a gyöngyélet. Remek, hogy megvártak, hogy nem kezdték el nélkülem. Most érzem csak igazán, hogy befogadtak. Ezt nem felejtem el, fiúk, sosem felejtem el. Akkor kezdhetjük is. Kényelmetlenek az ülések. Pitkin, szálljon le a kezemről. Múlik az idő, nem gondolja, Hobson? Igen, egyetértek, elkezdhetnénk. Remek ötlet, villany! Mi az? Elszakadt a film? Nem, Pitkin, nem szakadt el. Ugyesem, ez volt az egész? Igen, ez. Túl ezt rövid. A fickót kell eljátszania. Micsoda? Igen, begyakorolja a pasas minden mozdulatát. Hogy én? Jó vicc! Ez komoly? Persze. Ha rendőr akar lenni, ugye bár? Igen. Szeretnék. Nem fogom sokáig bírni. Nincs más választásunk. Nem jó, Pitkin! Megnézhetem még egyszer a filmet? Szavamra úgy érzem, hogy menni fog. Aha. Még egyszer! Villanyt! 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 Pitkin! Villanyt! Eloltották a villanyt, én meg ott. Kötök ki. Pitkin! Azt hiszem, az ügy érdekében jobb lesz, ha csak egyikünk ad parancsot. Kegye! Villany. Villany! Villany! Bocsánat. Villany! Elegem van ebből! Felejtse el a filmet, felejtse el a villanyt. Jó, mindent elfelejtek. És most, Pitkin, igen? Próbálja. Megpróbálja meg, igen, és csinálja jól. Mindent elkövetek, mindent. Most figyeljen rá. Igen. Megmutatom. Igen. Ha előre lép, a testét is fordítsa arra, és ringassa a csípőjét. Aha. Aztán lábat vált, aha, a másik lábára igen lép. Igen. A testsúlyt ugyanúgy ha helyezi át, és így igen szépen felváltva aha folytatja. És ha megtanulta a csípő mozgását, utána természetesen a kezeket is elhelyezhetjük. Szép, kecsesen, világos? Gyerünk, csinálja! Egy pillanat, Hobson. Menjen kérem, hozzon néhány könyvet. Ezzel könnyebb egyet megcsinálni. Kitűnő ötlet.
kezeket ne olyan mereven! A lábakra vigyázni! Ó! Oh. Ó, oh, Lady Chatterley szeretné! Igen. Képzelje oda a könyvet, Pitkin. Képzelem, képzelem. Úgy van. De koncentrálnom kell. A könyv a fejemen. Ez az nagyszerű. Igen. Mozgassa a kezét. Ne egy helyben. Ringjon a csípője. Elragadó. Remek. Remekül belejött. Sikerült. Haladunk, uraim. Mesés! Megkapom az egyenruhát? Természetesen. Ó, mi a boldogság! Gratulálok, uraim! Rosanna! Rosanna! Nincs itthon. Elment sétálni, és még nem jött vissza. Üzenetet nem hagyott? Nem. Szerette őt, ugye? Igen. Persze, hogy elment. Túl csinos volt hozzám. Ne búsuljon, Mr. Pitkin. Meglátja a munka, majd kárpótolja mindenért. Újabb rablás történt, uram. A tettesek ugyanazok. Napoletáni bandája? Igen. Hogy halad Pitkin kiképzése? Az igazat megvalva, uram, nagyon lassan. Akárhogyan is, sajnos nem várhatunk tovább. Hozzák be Napoletánit kihallgatásra. Üdvözlöm, Miss Wilkins! Bocsásson meg! A legkedvesebb vendégem. Üljön rá! Két úrkeres jönt a rendőrségtől. A rendőrségtől? Köszönöm. Micsoda kérdés. Giulio Napoletani? Mindenki ismeri Giulio Napoletánit. Velünk kell jönnie a Scotland Yardra. Mit akarnak tőlem? Ne aggódjék, formaság. Rendben van. Vince, értesítsd az ügyvédemet. Oberon, előkészít, Giulio Alcott. Behozzák Napoletánit. Elkészültek, Hobson? Azt hiszem, igen, Ron. Aztán jól csinálja, Pitkin. Nem babra megy a játék. Nyugi, öregem. Tökéletes Giulio Napoletani leszek. Szavamat adom, nem csalódnak bennem. Egy jó rendőr mindig tudja, hogy mi a kötelessége, igaz? Rendben van, Pitkin. Ne felejts el, hogy milyen fontos a küldetése. Persze, hogy ne. Munkára fel, ideje lenne elindulni. Akkor mehetünk is. Kösz. Nyugi, Ron. Csak semmi izgalom. Viszlát. Lásson munkához. Igen, uram. Hol van Giulio? Hogy menni? Nyugalom, asszonyom, nyugalom, mindjárt itt lesz. Ez több a soknál. Türelem, asszonyom, mindjárt itt lesz. Már órákat a várok. Tudom, asszonyom, csak hogy néz ki a hajam? Ó, Giulio, hol a pokolban vagy? Megérkeztünk, Pitkin. Ne feledje, csak 30 perc van. Rendben van. Thank you.
tűnhetett? Szépen, hölgyeim, hallgassanak! Csendet, csendet kérek! Csendet kérek! Ó, magára várunk, mester. Mindenki várjon, amíg sorra kerül, hölgyek. Nekem is csak két kezem van? Na hát, a kutya fáját. Halljuk ki az első! Csak hogy előkerülünk! Képzeli, milyen bajban voltam. Hol volt ilyen sokáig? Mi történt magával? Hová lett a stílusa, uram? Látja, ez már mindjárt más, uram. Asszonyom! Mrs. Esby, íme Giulio asszonyom. Éppen ideje, uram. Először megmossuk. Már megmosták. Az ön haja így nem jó. Kissé őszbe csavarodott. Maga is megőszülne, ha annyit várna, mint én. Oberon, most csak meg, Giulio Alcott. Signor Giulio. Pitkin? Honnan tudja? Nézze rám! Pitkin! Nézze rám! Wilkins őrmester! Vigyázzon, mikrofon van az asztal alatt. Mit mondod? Azt, hogy kapcsolja be, kérem, a búrát. Mit? Azt! Találtam valamit! Hogyan? Találtam valamit! Képzelje, csak mikrofon van az asztal alatt! Tudom! Akkor valaki hallja, hogy mit beszélünk. Énekeljen! Édes otthon hívjél, hát az a bár! Milyen jó kedve van a mesternek! Igazán? Csináljon valamit a hajammal. De hát mit csináljak? Mit tud? Pitkin! Azonnal tűnjön el a szemem elől! Az új kalapom tönkretette! Maga őrült! Árulj el, mi bántja? Hála magának, annyira szép lettem! Ön született szépség? Igen, tudom!
Szeretem, ha szépek a hölgyeim. Én túlságosan szép vagyok. Maga engem olyan boldog. Ön is engem. Omeron! Hát nem csodálatos! Hát nézze meg! Nem csodálatos! Közárra nincs! Omeron! Giulio! Bocsánat! De nem bírom tovább! Mondja, Pitkin, talált már valamit? Még nem. Viselkedjék komolyan, Pitkin! Legjobb lesz, ha mellettem marad. Ahogy akarja. Nem, nem! Nem állhatok itt tétlenül. Ne nyúljon hozzám azzal az ollóval. Jól van, jöjjön. Csináljon valamit. Megmosom a haját. Már megmosom. Mit csinált már megint? Megborotválom. Pitkin! Meg kell keresnie, hová vezetnek azok a mikrofonok? Jó, de hogyan? Mint az a kérdés, menjen és kövesse a mikrofonzsinót! Megfogadom, amit mond, megyek és követem! Egy életem, egy halálom! Miért ne ilyen feltűnően? Ez felháborító. Követelem, hogy azonnal engedjék el az ügyfelemet. Ez törvénytelenség. Nyugodjék meg, uram. Foglaljon helyet és beszélgessünk. Nem ülök le. Nem ülök le. Nem beszélünk. Nem beszélünk. Nem maradok itt. Nem maradok itt. Engedjenek el. Engedjenek el. Feljelentjük a Scotland Yardot. Feljelentjük a Scotland Yardot. Fogja be a száját. Fogja be a száját. Fogja már be. Fogja már be! Torkig vagyok, magával, hallja? Nem tűröm ezt a viselkedést! Valami hézag van, Giulio? Áll valaki a zsinóron? Nagyon balhézik a lány. Igen? A lány? Összetöri a lakást. Ó. Gyere, nézd meg. Jól van, vezess. Na, mi van? Ja. Nem jössz? Ja. Ja. Wilkins szörmester, én... Elég! Elég! Piszok, gazember! Rosanna! Tűnjél, te piszok! Utállak! 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 Menjetek! Menjetek, majd Giulio elintézi! Megöllek, te pitang! Ne! Nem szabad! Nem szabad!
Nézzen rám, Rosanna! Én vagyok! Norman! Norman? Maga hogy került ide? Bizonyítékot keresek Napoletani ellen. Nagyon sürget az idő. Hol a páncélzekvény? Itt nagy veszélyben van. Ilyen aranyos, hogy velem törődik. A szép! Sajnos el kellett engednem Napoletánit, uram. Nem sokára odaérnek, és akkor Pitkin pácban van. Oda kell mennünk, uraim. Igenis. Megérkeztünk. Ne várjon köszönetet! Ha! Norman! Norman! Most nem érek rá, keresek valamit. Nem ezt keresi véletlenül. Nem, a szívet! Oh! Giulio! Giulio! Te fenn vagy? Nem, nem. Én ide lent vagyok, és nem odafent. Gyerünk fel! Gyorsan, gyorsan! El kell innen tűnnünk! Sajnálom, ehhez a munkához nyugodt körülmények kellenek. Sehogy sem értem. Azt hittem, ez semmi. Azt hittem, hogy klik-klik, és klak-klak, és már is kész. Azt hittem, egyszerű. Egyszerű, ha tudod a kombináció. Ennyit én is kitaláltam, de éppen a kombináció hiányzik. Ízik egy pohárkával? Hasonlít rám, de nem olyan jó képű, mint én. Kicsoda maga? Pitkin rendőr vagyok a Scotland Yardtól, és figyelmeztetem, minden szava felhasználható maga ellen. Pafa bezsaru! Megölöm, kinyírom! Azt hiszem, hogy átvágom a torkát! Figyelmeztetnem kell valamire, egy rendőr torkának átvágása az törvénybe ütköző cselekedet. Végezzek vele, főnök. Még nem? Oké. El akarjátok kapni Giuliót. Elkaphatjátok. Gondoskodom róla! Megöletitek, de nem a itt! A lányt is? Nem, nem, őt nem, hagyja! Velem csinálhatnak, amit akarnak, csak őt hagyják. Nem, Norman. Giulio, ezt nem teheted. Ez volt a kötelessége, kérlek, ne öld meg! Jól van, fiúk, vigyétek egy kis kirándulásra az én kocsimmal. És semmi szaladgálás, mert Mr. Pitkin, puff, puff, puff. Giulio Napoletani, letartóztatom. Nem, Ron, most téved, én Norman vagyok. Látja? Maga hülye! Napoletani még itt van. Gyerünk! Ron, nem tehetek róla, nem tehetek róla! Szőrizzék az ajtót, ne engedjék be! Igen, uram. Senki sem hagyhatja el a helyiséget. Mit ohaj? Letartóztatom. Oh, főfelügyelő! Most a mire kell. Thompson! Giulio Napoletani, letartóztatom. Jaj, Ron, hát nem látja, most is én vagyok. Norman! Takarodjon a szemem elől azonnal. Hobson! Dobja ki őt! Giulio Napoletani, letartóztatom! Ne nevettessen, Hobson, hisz ez Pitkin! Bolondok maguk, angolok, nem látják, hogy ez Giulio? Vegyék a hölgyet gondjaikba! Értsék meg, ez az igazi Giulio! Napoletani! Giulio Napoletani! Pitkin? Giulio Napoletani, letartóztatom. Hagyom, békén engem!
Téved? Igenis téved! Megint téved, Ron! Téved, 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 téved! Látja arra? Giulio, de... Giul... Ahogy megálmodtam. Giulio, most figyeljen. Ron Aykroyd, Ceci Hobson, Burt Belcher és valamennyünk nevében most szépen letartóztatom. Nem, ezt nem ússza meg szárazon. Megrongálta ő felsége rendőrének sisakját. Hogy fog örülni, Ron? Átkutattunk minden helyiséget, pedig Napoletáninak itt kell lennie. Ezt én is tudom, de hol van? Hobson, megint ez az alak? Mondja, Pitkini, mit cipel? A szennyest. Itt van, Ron. Tartóztassák le. De miért? Pitkin. Nem, Ron. Ő Giulio. Én vagyok Pitkin. Tudom. Vigyék el. Nem. A foglyot. Mi a munkát végzett Pitkin rendőr? Rendőrt mondott. Ez azt jelenti, hogy felvettek? Igen, felvettük, rendőr. Jaj, Ron, ez csodálatos! És ezzel teljesült élete álma. Az a helyzet, hogy lenne egy apró kérés. Mi az? Én szeretnék egy kis szabadságot. Minek az magának? Szeretnék megházasodni. Mosolyt kérek!